már régebb óta nem volt videó, emiatt ne haragudjatok, de próbálok venni egy új mikrofont. A jelenlegi még a régi 1500 forintos, úgyhogy a minőségért elnézést kérek. Nincs sok időm, mert éppen el kell mennem az iskolába, tehát most van 10 óra 51, 12-re be kell érni. Mindegy, ez nem rátok tartozik. Amiről most beszélni szeretnék, az a YouTube Hungary-nek a hozzáállása az emberekhez. Ez nem lesz egy hosszú vélemény kifejtős videó, mint mondtam, siet nem kell, csak szeretném ezt kiadni, hogy legyen valami tartalom a csatornámon hosszú idő után először. Nos, arról lenne szó, hogy én tagja voltam a YouTube Hungary-nek egy ideig, mert tetszett az ötlet, hogy gyűjtsük össze a magyar videósokat, és akkor ebből majd lesz valami közösség. Nos, úgy néz ki, a közösség nagy részben abból áll, hogy saját videónkat osztjuk meg, holott a szabályzat tiltja a saját magunk reklámozását. Én is próbáltam megosztani posztokat, az első időkben még elfogadták, utána meg már nem. Lehet, hogy az volt a baj, hogy én nem reklámoztam magam. Itt ronthattam el. Tudjátok, én olyan posztokat osztottam meg például, hogy van az oldalamon egy ilyen érdekességi felület, ahol összegyűjtöm az érdekes videókat, amit találok a neten, és szerintem érdemes megnéznie mindenkinek. Persze lehet küldeni saját magatoknak is, na mindegy, én ezt az oldalt megosztottam, semmilyen reklám célom nem volt vele, egyszerűen csak azt akartam, hogy megismerjék a videókat, és nem fogadták el. Jó, rendben van. Aztán volt egy ilyen kisebb veszekedésünk is. Igazából nem volt veszekedés, csak valamelyik admin tett egy antiszemita-szerű viccet, amihez azt írtam, hogy ne hanyagoljuk már az ilyen vicceket, nem kell mindenhová rasszizmus betenni. Már így is a külföldiek rasszistáknak tartanak minket. Úgyhogy ezért is nehéz munkát találni. És azt akartam elérni ezzel, hogy visszacsökkenjenek a rasszista viccek, egyáltalán ne legyenek, tehát nullára. Tudom, hogy ez naív kérés, meg naív gondolat, de ezzel próbálkoztam. Az a helyzet, hogy a csoport nagy része kiskorúakból áll, és most nem akarom megsérteni a kiskorúakat, mert tudom, hogy vannak köztük olyanok, akik értelmesebbek, mint az egyes korosztályon belüli ifjak, de az a réteg, aki abban a csoportban van, az úgy vélem, hogy nem alkalmas jelenleg egy normális közösség kialakítására, de ez pusztán az én véleményem, tehát szeretném kihangsúlyozni, hogy ebben a videóban pusztán az én véleményem hangzik el, ettől lehet eltérő a valóság is, de én így látom a helyzetet. Ja igen, és azért nincs az arcom a videóban, mert akkor abba kötnének bele, hogy hogyan nézek ki, és nem azt néznék, hogy mi a véleményem. Így legalább a véleményemre figyelnek, remélhetőleg. Már nincs sok időm hátra, úgyhogy szeretném rövidre zárni ezt a rövid kis videót. Annyit szeretnék mondani, hogy szerintem ebben a formában ez a közösség nem működhet, illetve a működik is rövid ideig, és ahogyan működik, az megkérdőjelezendő. Ez nem egy normális közösség. Amikor kiléptem a csoportból, akkor írtam egy szép bejegyzést, hogy sajnálom, hogy nem tudtam beilleszkedni a csoportba, lehet, hogy már túl öreg vagyok, és azért köszönöm az eddig együtt töltött időt, tehát semmi nem volt benne, ami indokolta volna a poszt eltávolítását, és ezt sem hagyták jóvá. Én is szigorúan veszem a Videopédiának a csoportfelületét, és lehet, hogy néha túlzottan elfogult vagyok, és sok olyan dolgot, ami a témához nem illik, nem hagyok jóvá, de úgy vélem, hogy ez szükséges ahhoz, hogy egy információgyűjtő csoport működhessen, de én legalább meg is indokolom, hogy miért távolítottam el a posztot. Ezt én sehol nem láttam, hogy mit tudom én, XY, ne haragudj, de ezt a posztot azért nem tudtam elfogadni, mert ellenkezik a csoport szabályaival, vagy nekem nem tetszik. Semmilyen indoklást nem láttam, és ezért örülnék, hogyha
ez megváltozna, és egy poszt eltávolítása után megírnák az illetőnek, hogy mi volt a baj a poszttal, hiszen ez mind a kettőjüknek jó, illetve hát nyilvánvalóan annak az embernek, akinek eltávolították a posztját, kevésbé jó, de ő legalább tudja, hogy miért, és máskor már másképp fogja közzétenni a bejegyzését, nem fog olyan bejegyzést közzétenni, ami sérti a csoport érdekeit, vagy sérti az admin érdekeit. Én sosem kaptam semmilyen választ, hogy miért törölték a posztjaimat, vagy miért nem lettek elfogadva, inkább így mondom. Egyszerűen csak törölve lettek, és ezt sajnálom. Egyébként indítottam egy közösségi oldalt videoface.neochatblog.mbrx.hu-n, ami rohadtul egy hosszú cím, de csak így tudtam megoldani, hogy ingyenes legyen a domain. Majd kiírom a leírásba a címét. Ha gondoljátok, majd nézzetek rá, egyelőre még kísérleti stádiumban van a dolog. Sokat kell rajta fejleszteni, mert egyelőre nagyon hasonlít a Facebookhoz, én pedig alapvetően egy videózással foglalkozó közösséget szeretnék létrehozni benne, akik kifejezetten a videózással foglalkoznak, megosztják egymással a videóit, feltöltik oda, mert unják a YouTube hülyeségeit, hogy mindenbe beleköt. Itt nem lesz ilyen, hogyha normálisan használod a videóban a trailert, mondjuk egy-két részletet belőle, akkor azért nem fogunk szólni, mert az nem normális dolog, amit a YouTube csinál jelenleg. Viszont, hogyha trailereket akarsz feltölteni csak úgy natúr, vagy videókat, azt el fogjuk távolítani nyilvánvalóan, mert nekünk sem érdekünk olyan videót létrehozni, vagy tárolni a szerveren, amiből bajunk származhat. Nagyon eltértünk a témától. Az a lényeg, hogy szerintem a YouTube Hungary a jelen állapotában rossz, azonban azért nem rakom be a figyelő projektbe, mert még nem érte el azt a szintet, ami a figyelő projektbe való beillesztést indokolná. Nem akkora nagy problémát generál, nem akkora gondot kelt, hogy ez a fiatalság számára, vagy bármely ember számára veszélyt jelentsen, csak azokra a csoporttagokra jelent veszélyt, akik abban a csoportban vannak. Nyilvánvalóan ez később növekedni fog, és nő a veszély, akkor valószínűleg én is kiadok majd ebből a videóból egy update-et, egy jobb vélemény kifejtéssel. Azonban én itt lezárnám a videót, és köszönöm a figyelmet, sziasztok!